Nagy tisztelettel köszöntöm a 2017-es évben a negyedik képviselőtestületi ülésünkön megjelenteket, illetőleg a képernyő előtt ülőket. Nem kell semmilyen nyugtató tablettát bevenni, nem lesz olyan téma, ami miatt a vérnyomások le vagy fel fognak menni, de ez a második rendkívüli testületi ülés, ami törvényi határidő miatt következik. Az azzal kapcsolatos előterjesztés azonban zárt ülésen lesz tárgyalva. Két napirendi pontot tárgyalnánk meg. Megállapítom, hogy határozatképes a képviselőtestület. Polgármester úr egészségügyi okokból van távol, innen is jobbulást kívánunk neki, és megígérjük, hogy mindazok a szerencséről elszármazottak, akik a város tehetségét fel tudnák jobban használni, mint mi, ezen a héten nem fognak bejutni a titkárságra, tehát gyógyuljon nyugodtan, majd megvárjuk, amíg ő visszajön, és akkor ezek az emberek majd akkor fognak megjelenni. Danyi László képviselő úr úton van, Kis Attila képviselő úr munkahelyi elfoglaltság, és dr. Sütő Szilveszter is munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud megjelenni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek indítványozom dr. Korondi Klára képviselőasszony megválasztását. Aki ezzel egyetért, az szíveskedjen az igen gomb megnyomására ezt jelezni. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett megválasztották képviselőasszonyt a jegyzőkönyv hitelesítőre. Tekintettel arra, hogy rendkívüli testületi ülés van, kötött a napirendi pont, mely szerint az első javaslat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT névre szóló Borsodvíz ZRT részvények névértéken történő megvásárlására, a második pedig agrárkamarai állásfoglalással szemben előterjesztett kifogások elbírálása, zárt ülés. Tisztelettel kérem, hogy aki egyetértenek a napirendi pontokkal, igennel szavazzanak. Köszönöm, megállapítom, hogy ugyanolyan arányban, mint az előző 5 igennel elfogadásra került. Tisztelettel kérném Czakóné Szikszai Orsolyát, a pénzügyi osztály vezetőjét, mint előadót, hogy a első napirendi pontunkkal kapcsolatosan, amelyet nem tárgyalt bizottság, legyen szíves egy picit talán hosszabban a előterjesztést alátámasztani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a polgármester a szót. Tisztelt képviselő testület, nem új keletű ez a téma, hiszen a testület 2016. december 9-én tartott testületi ülésén ezt már egyszer tárgyalta. Az abban foglalt, és abban a határozatban, a 268/2016-12. hó 9-i önkormányzati határozatban foglaltaknak megfelelően 13.435 millió forint névértékű MNV ZRT tulajdonát képező Borsodvíz ZRT részvényeinek megszerzésére felhatalmazásért utasítást kapott a polgármester, hogy ebben járjon el, járja körül azt, hogy milyen értéken lehet ezeket a részvényeket megvenni. Nyilvánvalóan a cél az volt, hogy ezeket minél kedvezőbb áron tudja Szerencsváros önkormányzata megvásárolni. Az akkori előterjesztés részletesen tartalmazta, és ennek egy részét meg is ismételtem ebben az előterjesztési anyagban, hogy hány darab és milyen névértékű és milyen sorszámú részvényekről van szó, illetve az okról is, hogy mely az az ok, amely miatt ez tulajdonképpen Szerencsváros önkormányzatának közbenjárásával tud talán megoldódni. Ez ugye a Borsodvíz ZRT gazdálkodási és jogszabályi környezet változására talán egy pozitív válasz, miszerint pályázatra lehetősége nyílna ennek az önkormányzati ZRT-nek abban az esetben, amennyiben állami tulajdon már nem állna a rendelkezésre a cég struktúrájában.
Az önkormányzati határozatnak megfelelően Szerencsváros önkormányzata megkereste az MNV ZRT-t, azonban ott a válasz nem volt igazából az ingyenes átadása vagy átvételre, hogy így mondjam, kedvező. Nyilván ez egy lehetőségként merült fel, és úgy gondoljuk, hogy tulajdonképpen a névérték, melyel mindenfél nem, sem anyagilag, sem semmilyen szempontból nem károsodik, és tulajdonképpen az a megoldás, hogy az állami tulajdon kivezetésre kerüljön a Borsodvíz ZRT szerkezetéből, így megoldhatóvá válik. Tekintettel arra, hogy Szerencsváros önkormányzatának 2017 évi költségvetése első olvasatra került be a tisztelt képviselőtestület elé, ezt ebben az anyagban is megerősítettem, hogy a második olvasatban természetesen ez a tétel szerepelne mindenféleképpen, hogy az előirányzatokat biztosítsuk az ügylet megvalósítása érdekében. Köszönöm. Osztályvezető asszony, kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, hogy kérdés, észrevétel, felajánlás, hogy inkább a képviselő venné meg ezeket a részvényeket, hogy ne a város pénze álljon benne. Jó, nincs. Akkor annyit hagyd mondjak el, amíg a képviselőtársaim gondolkodnak, hogy ez a részvénycsomag, ez még az 1%-át sem éri el a Borsodvíznek, amely ugye önkormányzati tulajdonban van, és ennek a egyébként nagyon szort, nagyon sok kis tulajdonosból álló részvénytársaságnak szerencse a kicsik között úgymond a legnagyobb, talán olyan 5,5 körül van, ugye jegyző úr az igazgató tanács tagjaként most nem szólalhat meg, mert ugye nem ebbeni minőségében ül itt, de azt tudom mondani, hogy nyilván akik a költségvetést nézik, nem találkoztak azzal, hogy Szerencsváros osztalékot kapott volna a Borsodvíztől. Tehát ez nem az a típusú részvénytársaság, ami osztalékpolitikára utazik. Ugye itt egy közszolgáltatásról van szó, nem pedig nyereségképzésről, és azt is lehet mondani, hogy természetesen Szerencsváros ennek az ügyletnek a pénzügyi részével kapcsolatban nem fogja sem az adófizetőket terhelni ez az ügylet, sem a központi költségvetés, tehát ez nem a város számára lesz egy előnytelen ügylet. Majd, ha megtörténik, akkor a végén elmondjuk, hogy mi volt ennek az értelme. Ugye 2010. augusztusában döntött utoljára képviselőtestület részvények eladásáról, akkor az EMASZ részvényeket adta el a képviselőtestület. A tőzsde, akkor azt hallottuk, hogy a tőzsdei forgalom és a gazdasági élet felpezsdítésére vállalkozik Szerencsváros, amikor eladja ezeket a részvényeket. A befolyt vételárból egy hét múlva a bérhitel lett kifizetve, és én még nem tudom, volt a harmadik, hiteltörlesztés, bocsánat. Nem bérhitel, másféle hiteltörlesztés, úgyhogy egyszer volt Budán Émász részvény, meg nekünk is csak egyszer volt. De ez egy más típusú részvény. Ha nincs köszönöm szépen. Visi Ferenc képviselő, parancsolj. Köszönöm szépen a polgármester úr. Annyit szeretnék, én mindig örülök, hogyha önkormányzatunk egy kicsit tud gazdagodni bármilyen téren, hogyha ez ugye régi elvünk, hogy nem eladni, hanem ugye kicsit szaporítani a tulajdonjogunkat. Hogyha ez ugye lehetőségként megmarad, akkor meg pláne szerintem csak hasznunkra lesz. Egyedül az jutott eszembe, hogy ebbe a vételbe valakik még beleszólhatnak-e rajtunk kívül. Ugye, hogy most esetleg megtámadják a mi vételünket, mert most látom, hogy a pályázatoknál így van, hogy ugye mindenki már nagyon-nagyon képzett aztán. Most, hogy lesz-e valami felelősség, nehézségünk ebből. Köszönöm szépen. Bár így lenne,
bár úgy lenne, hogy a Borsodvíz ZRT részvényei kapósak, keresettek lennének, akkor ennek lenne esélye, képviselő úr, de ez sajnos nem áll fenn ez a helyzet. Úgyhogy ez egy zárt láncolat, nem tőzsdén veszik ezeket a részvényeket, vagy nem vennénk, tehát ez még az elvnél tartunk még mindig, hanem névértéken, és az önkormányzat az MNV ZRT-vel, az eladóval közvetlen kapcsolatba áll. Az előzetes ígéretek szólnak így, hogy ha ingyen nem is adták, ugye van erre elvi lehetőség van, de az erre vonatkozó jogszabályok alapján az önkormányzatnak nagyon meg kell tudni indokolnia, hogy miért kér állami vagyont ingyen. Azt hiszem a tavalyi évben talán 20 milliárd volt a költségvetésben, amit az önkormányzatok ingó és ingatlanba ingyen megkaphattak. Az idén egyébként majd lesz ezzel kapcsolatban előterjesztés, mert Szerencsváros is szeretne a magyar államtól ingatlanokat szerezni ingyen, és majd látjátok, hogy mi ennek a sorrendje, felértékelés, stb. De jól mutatja ez a jogszabály is, hogy az állam előre bekorlátozza a felső határát annak az értéknek, amit önkormányzatoknak ingyen idead. Aludj nyugodtan, Feri, tehát ilyen típusú probléma nem lesz, nincs pályázat. Vagy eladja nekünk névértéken, vagy nem. Tehát strómanok nem jelentkezhetnek harmadikként. Jó, ha nincs más, akkor tisztelettel kérem, hogy aki egyetért azon határozati javaslattal, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT névre szóló Borsodvíz ZRT-nek a felsorolás szerinti A-típusú osztalék elsőbségi részvényt, illetőleg B-típusú törzsrészvényét mindösszesen 13.435.000 forint névértékben Szerencsváros polgármestere az adásvételi szerződést aláírhassa, a névértéken történő megvásárlása az igen szavazattal szíveskedjen ezt támogatni. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy győzött a tőzsde iránti bizalom, és 5 igen szavazattal elfogadta. Köszönöm szépen, Orsolya, előterjesztést, és most pedig a zárt ülés megtartását rendelem el. Tisztelettel kérem, hogy biztosítsák a feltételeket a zárt ülés megtartásához.